világ teljesen a feje tetejére van állítva, és gyakorlatilag a kezdetektől fogva ez így van, hiszen az ellenség az, aki uralkodik ezen a világon és megtéveszti annak lakosait, gyakorlatilag kivétel nélkül, illetve hát majdnem kivétel nélkül, hiszen nagyon kevesen vannak, akik átlátnak ezen a hálón, amit ő az emberek közé szőtt a hazugságaiból, és nagyon kevesen vannak, akik hajlandóak az igazságért olyan messzire menni, amennyire csak kell. Pedig az igazság mindig a szemünk előtt van, és az ellenség tudja pontosan, hogy hogyan kell elrejteni azt úgy, hogy ott hagyja, ahol mindenki látja azt, csak senki nem hisz benne. Már nagyon régen, még mikor először láttam ezt a filmet, megragadt a fejemben az utolsó jelenet, amikor Indiana Jones megszerzi a Szent Grált, és teljesítenie kell a három próbát, plusz legyőzni a lovagot, hogy bejusson. De mostanra megértettem, hogy mit is jelent a három próba, és el fogom magyarázni az én értelmezésemben, hogyan mutatja az utat a három próba Jahuához, a teremtőhöz, és hogyan rejti el az ellenség mindig az emberek szeme elé pontosan az igazságot, oda, ahol senki sem számít rá. Bizonyára sokan emlékeztek a jelenetre és a filmre, és valószínűleg ugyanúgy, ahogy én, sokan rajongtak érte annak idején. És bár akkor nem tudtam, de most már tudom, hogy a filmek azok, amik elmondják az igazságot. A filmek azok, ahol az ellenség elárulja a tervét, elárulja a valóságot, az igazságot, azért, mert tudja, hogy a legtöbb ember nem fogja elhinni, hiszen úgy fog rátekinteni, mint filmekre. És létrehozott egy bonyolult hálózatot, mint a tudomány, a politika, a média, szórakoztatás, oktatás, ami a felszínen az igazságot és a tudást hordozná és közvetítené, azonban a valóságban az egész egy hazugság. De ha megértjük azt, hogy a Szent Grál jelképezi az örök életet, a királyságot, a mindenhatót és a megváltón keresztül az utat az ő királyságába és az örök életbe. Ha megértjük ezt, akkor vizsgáljuk meg, hogy hogyan is jutott el idáig Indy, azaz Junior Indiana Jones. Bárkinek kétsége lenne afelől, hogy ez mindenkire vonatkozik ez az út, ami az elkövetkezendő fél órában feltűnik előttünk, azt meggyőzheti Saul rómaiakhoz írt levelének harmadik fejezete. 23-as vers így szól, mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek Elohim dicsősége nélkül. Tehát ez mindenkire vonatkozik, és mindenki ugyanezen az úton jár. Ez az egészben a nagyszerű. Az egész egyszerű, egyértelmű és világos. Amennyiben az ember képes ezt az utat járni, a végén eljut az élethez, amennyiben nem, akkor pedig nem. De mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek Elohim dicsősége nélkül, úgyhogy mindenki ugyanezt az utat kell, hogy bejárja. És a nagyszerű Saul a rómaiakhoz írt levelének 5-ös fejezetében így ír: 12-es, annak okáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és aképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenek vétkeztek, mert a törvényig van a bűn a világon, a bűn azonban nem számítatik be, ha nincsen törvény. Úgyhogy mindenki vétkezett, és mindenek vétkeztek, mindenkire ugyanaz a sors várt, és Jehusha HaMashiach üzenete pedig az, hogy ő az élő víz, ő az, aki által eljuthatunk az életbe, ő az, aki életet ad, ő az, aki megelevenít minket. De ez ennek a néhány percnek a végén egyértelművé fog válni szerintem. Úgyhogy nézzük meg, hogy mit is tudhatunk meg Indiana Jones és az utolsó keresztes lovakból. Tudom, hogy annak idején igazából a lényeg az volt, hogy milyen érdekes maga az akció és a jelenetek és a próbák, de
Már akkor is szöget ütött a fejembe, hogy vajon miért ezek azonban egyáltalán nem olyan módon, mint most. Persze gondolkodik az ember, hogy vajon miért pont így, miért pont ezek a módszerek azok, ahogyan eljut a grálig, azonban szerintem nagyon kevés ember, aki végig gondolja, legalábbis én nem gondoltam végig. De most teljesen egyértelmű, hogy mi az, amiről szól. És aki figyel, az meg fogja érteni, hogy hogyan juthat el az ember Yahuához, és hogy az ellenség hogyan manipulálja a világot a szórakoztatóiparon keresztül. Az első próba az úgynevezett bűnbánó ember, és a feladat lényege az, hogy egy vízszintesen kiugró kard elől le kell gurulni, és le kell térdelni, és aztán begurulni egy másik elől, hogy megmenekül ez ebbe a kis alagútba, hogy megmeneküljön attól, hogy levágja a fejét. Tehát az első, amit tennie kell, az az, hogy letérdel a mindenható előtt, és elismeri bűnösségét, megalázkodik, és megtér a bűnös útjaiból. Pontosan úgy, ahogy mindenki tudta ezt, aki követte a mindenhatót, és Malachi Malef első királyok 8-as fejezetben így ír, 54-es vers, és mikor elvégezte Salamon Jahua előtt való minden imádságát és könyörgését, felkele Jahua oltára elől, és megszűnik az ő térdein való állástól, és kezeinek égbe felemelésétől. És Joel így ír a második fejezetben, 12-es vers, de még most is így szól Jahua, térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, böjtöléssel, sírással, kesergéssel is, és szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg Jahuához, a ti hatalmasságotokhoz, mert könyörülő és irgalmas ő, késedelmes a haragra, nagy kegyelmű és bánkódik a gonosz miatt. Ki tudja, hát ha visszatér és megbánja és áldást hagy maga után, étel és italáldozatot Jahuának, a ti hatalmasságotoknak. Úgyhogy egyetemű az, hogy mit jelképez az első próbatétel, és ez a megtérést, az alázatot és az engedelmességet jelképezi, ahogyan az ember megtér a bűnös útjaiból, elismeri, hogy bűnös, és elkezd járni az úton Jahua felé. Mellesleg megmentve ezzel az életét természetesen. A következő próbatétel, ahogyan eljut a grálhoz, ez úgymond Isten neve, azaz Elohim neve, ahogyan ők nevezik. És ez arról szól, hogy ezeken a mozaik köveken ugrálva kell áthaladni ezen a hídon, azonban csak azok a kövek maradnak fenn, amin a helyes betűk találhatók. És természetesen a név az Jehova a filmben, de mindannyian tudjuk, hogy ez a tetragrammatonra utal, ugye a négy betű, Jod-Heh, Vav-Heh, és különböző képen lehet kiejteni. A filmben ők a Jehova szót használják ível az elején. Ez okozza a problémát. Ugye először ő J betűvel kezd, és majdnem lezuhan a szakadékba, de megmenekül. És míg az első próbatétel az a megtérést, az alázatot és az engedelmességet jelképezi, a második a tudás, a mindenható nevének a tudását és az ő karakterének az ismeretét jelképezi. Ez a második lépés ahhoz, hogy az ember eljusson az örök élethez, vagyis a Szent Grálhoz. Hiszen amennyiben az ember nem ismeri a mindenható nevét és az ő karakterét, ami az ő akarata, az ő instrukciói, az ő torája, amit megadott az emberiségnek, akkor nem fog elboldogulni az életben, és a lépéseit nem fogják vezetni az ő instrukciói, az ő parancsolata, és nem ő lesz az, aki a lépéseit vezeti, hanem az ember vagy a világ után megy, vagy a saját feje után, és annak az eredménye az, hogy előbb-utóbb el fog tévedni, és rossz útra tér. És biztos is, hogy az ember hibákat fog véteni, azonban ha tiszta szívéből és lelkéből keresi az igazságot, ahogyan az előbb Joel javasolta, akkor a mindenható segíteni fogja a lépéseit, és abban az esetben szilárd talajra talál, és el fog jutni oda, ahova
szeretne menni lépésről lépésre, és persze hibázni fog, és néha rossz helyre lép, azonban Yahuwah, a teremtő mindig vele lesz, és kiigazítja a lépéseit, amennyiben őszintén és tiszta szívből szeretne eljutni hozzá az ember. És szimbolikus az, hogy Indiana Jones kezében egy könyvet tart, és ez alapján tájékozódik el ezek közt a csapdák közt, amik leírják, hogy hogyan kell áthaladni ezen az útvesztőn, hogyan kell ezeken a próbákon túljutni, hiszen ez a könyv reprezentálja és jelképezi a mindenható szavát, az írás, és amit ugye Bibliának hívunk. Ez a név természetesen szerepel az úgynevezett Bibliában is, ugye ez a Károli verzió, ez pedig Semót, másik Mózes 6, Elohim pedig szól a Mosénak, és mondané ki, én vagyok Yahuwah. Ugye természetesen erről már számtalan szó volt szó, hogy ez a szó ugyanúgy Jehova, mint ahogy ez itt, csak a fordítók valahogy úgy gondolták, hogy 7000-szer inkább Úrnak fordítják. Három, Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak úgy jelentem meg, mint mindenható Elohim, de az én Jehova nevemen nem voltam előttük ismeretes. Szövetséget is kötöttem velek, hogy nékik adom Kánaán földjét, az ő tartózkodásuk földét, amelyen tartózkodjanak. Jézikájel, Ezékiel 20-as fejezetben 43-as vers így szól, és ott megemlékeztek utaitokról, ugye a bűnös életről, és minden cselekedeteitekről, melyeken magatokat megfertőztettétek, és megutáljátok ti magatokat minden gonoszságotokért, melyeket cselekedtek, azaz megtértek, megbánjátok a bűneiteket, és alázatosan engedelmesek lesztek. Ez az első lépés. És megtudjátok, hogy én vagyok Yahuwah, mikor cselekszem veletek az én nevemért, és nem a ti gonosz utaitok és romlott cselekedeteitek szerint. Ó, Izrael háza, ezt mondja Yahuwah Elohim. Tehát ugyanezt a lépéseket írja le Jehezikájel Ezékiel 20-as fejezetben. Megemlékezni, megbánni, megalázkodni, megtérni, megtudni azt, hogy mi az ő neve, mi az ő karaktere, és elindulni azon az úton járni. Őszintén szólva, a harmadik próba volt az, amit legkevésbé értettem mindez idáig, és akkor is ez volt a háromból, illetve hát a négyből gyakorlatilag az, ami a legkevésbé találtam érdekesnek, azonban most úgy gondolom, hogy ez a legnagyszerűbb, és ez talán a legkifejezőbb az összes közül, hiszen ez nem más, mint az embernek a mindenhatóba, a Huába vetett hite. Azt jelképezi, hogy elmer lépni úgy a szakadék fölé, hogy nem látja a hidat. Tehát tudja azt, hogy Yahuwah vele lesz, amennyiben ő követi az utat, amelyet ő az instrukcióját horája alapján és annak segítségével kijelölt. A harmadik próba jellemzi a hitet, ami azáltal jön, hogy az ember megtér, mert Yahuwah hívja, elkezdi megismerni az ő nevét az íráson keresztül, hiszen másképp nem is lehet, ezért volt a kezében a könyv, ugye Rómaiakhoz 10:17, azért a hit hallásból van, a hallás pedig Elohim igéje által. A könyv tanulmányozása az, ami tudáshoz, és ez a tudás gyarapítja az ember hitét, ez erősíti a hitét az embernek. Ez a folyamat, megtérni, elkezdeni tanulmányozni, és ahogyan ő vezet lépésről lépésre, és megismerjük, úgy jön meg a hitünk benne, és ahogy tapasztaljuk a mindennapi életünkben, úgy fogjuk egyre inkább elfogadni azt, és tudni, hogy annak ellenére, hogy nincs kézzelfogható bizonyítékunk, Yahuwah minden egyes lépésünket figyeli és segít, amennyiben mi engedelmesen és alázatosan járjuk az utat. Ez a harmadik próbának az üzenete. Nem véletlen az, hogy a harmadik próba neve Elohim útja, azaz Isten útja, hiszen ez az az út, amelyen ő vezet, és mi nem tudjuk azt, hogy hova vezet pontosan az út. De hiszünk benne és bízunk benne azért, mert megtértünk, engedelmesek vagyunk, alázatosak, és tanulmányozzuk az ő szavát, és tudjuk, hogy ő az, aki minket vezet ezen az úton. Ezért a harmadik próba a hitről szól, és a neve Elohim útja. Ahogyan oda-vissza vált a kamera, és
az öreg Indiana Jones-ra vált, azt mondja, hogy hinned kell ahhoz, hogy át tud ugrani ezt a szakadékot. Elmondják szó szerint, hogy mik a lépései annak, hogy az ember eljusson az örök életbe, mert tudják, hogy ez egy film, és senki sem számít rá, és senki sem venné komolyan. Pedig szó szerint elmondják. És a fiatalabb Indiana Jones Junior arról beszél, hogy ez egy ugrás az ismeretlenbe, a hitbe. Ez az egész leap of faith. Hiszen az ember nem tudja azt, hogy teljesíteni képes-e azt, ami előtte áll. Azonban bizonyítani kell az ő értékét, ugye ez a másik, amit mond, hogy az el kell ugrania ahhoz, hogy bizonyítsa az értékét, a hitének az erejét bizonyítsa azzal, hogy hajlandó járni ezen az úton, és szembenézni az élet megpróbáltatásaival, Jahua segítségével, és rátámaszkodva. Ez a harmadik próbának az üzenete, ez a harmadik lépés, ez a leghosszabb lépés az egészből. Járni az életet Jahua hitében, és persze tanulmányozván az írást, és engedni, hogy ő vezesse, és kiengedni a saját kezünkből az irányítást. És mit mindig az első lépés a legnehezebb, hiszen akkor az ember még nem tudja pontosan, hogy hogyan, mi módon, vagy egyáltalán fog-e segíteni a Teremtő, a Mindenható az útján. Azonban mikor már megvan az első lépés, és a következő, onnantól kezdve egyre inkább erősödik a hit, ahogyan az ember járja az utat, és ahogyan az ember tanulmányozza az írást. Ahogyan Habakuk második fejezetben írja a hármas versben, mert a látomás bizonyos időre szól, de vége felé siet, ugye az idő, és meg nem csal. Ugyanúgy, ahogy Jahua nem. Ha késik is, bízzál benne, mert eljön, el fog jönni, nem marad el, azaz nem hagyja az embert magára. Ímé felfuvalkodott, nem igaz ő benne az ő lelke, az igaz pedig az ő hite által él. És ez a Tanakh, azaz az úgynevezett Ószövetség. És már akkor is az igaz ember az ő hite által él, tudván, hogy Jahua meg fogja segíteni. Szó szerint erről is Saul a rómaiakhoz írt levelének első fejezetében, 17-es vers, mert Elohimnek igazsága az ő szava, a Tora, az instrukció, jelentetik ki abban hitből hitbe, miképpen megvan írva, az igaz ember pedig hitből él. Sőt, amikor az ember elkezd járni az úton, akkor egy idő után már az út, ami addig láthatatlan volt, amit addig nem volt képes észlelni, már az is látható lesz, amit mások nem látnak, amit mások nem értenek, vagy amiben mások nem hisznek. Azért, mert ahogy járjuk az utat, úgy fedi fel az igazságot, Jahua, és a hazugságok között el fogunk tudni igazodni az ő segítség által. Tehát ahol nem volt út, ott megjelenik, hiszen ő megmutatja annak, aki igazán keresi, ahogyan azt az imént elmondta Joel. Igazából ez szó szerint is érthető, és természetesen átvitt értelemben, hiszen az ember egyrészt átlát a hazugságon, amit az ellenség köré szőtt, másrészt pedig az ember lát olyan dolgokat, amiket más észre sem vesz a világban. Erre túl sok példa van, néhányat megnézzünk, ez Tehelim Zsoltárok 146, 8-as fejezet, 7-es vers, bocsánat. Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, eledelt át az éhezőknek, Jahua megszabadítja az elfogottakat. Jahua megnyitja a vakok szemeit, felegyenesíti a meggörnyedteket, és szereti Jahua az igazakat. Nem csak, hogy megnyitja a szemeit, hanem felegyenesíti azokat, akik meggörnyedtek. Tehelim 119, Zsoltárok, 17-es vers. Tégy jól a te szolgáddal, hogy éljek és megtartsam a te beszédedet, az ő szava, a Tora, az instrukciók, a parancsolatai. 18. Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát. Ha ő megnyitja, akkor fogjuk megérteni, és akkor fogjuk látni a világot úgy és olyannak, amilyen. És hogy lássunk példát arra is, hogy ez nem csak átvitt értelemben működik, hanem gyakorlatban is. Második királyok, ugye Malachim 6-os fejezet, így szól
A 17-es, és imádkozott Elizeus, és mondta, ó, Jahua, nyisd meg, kérlek, az ő szemeit, hadd lásson. És megnyitá Jahua a szolga szemeit, és látta, és ímé a hegy rakva volt tüzes lovagokkal, és szekerekkel ez Elizeus körül. És mikor hozzá lementek, könyörgött Elizeus Jahuának mondván, verd meg ezt a népet vaksággal, és megveri őket vaksággal az Elizeus kívánsága szerint. Míg az ő szolgájának a szemét megnyitotta, hogy lássa, hogy igenis Jahua serege velük van, amiket addig nem látott, addig azt kérte, hogy verje meg vaksággal azokat, akik nem az ő útján járnak. És ugyanez a helyzet ma is a világban. Erre egy nagyszerű példa, és tökéletes példa Indiana Jonesból a harmadik próba. Utolsó pedig Bamibar, azaz 4 Mózes 22, 30-as vers, és mondta a szamár Bálámnak, avagy nem te szamarad vagyok é, amelyen járni szoktál, amióta meg vagy minden napig, avagy szoktam volt veled eképpen cselekedni, azt pedig felele nem. És megnyitálja Hua Bálám szemeit, és látálja Hua angyalát, amit ával az útban, és mezítelen fegyverét az ő kezében, akkor meghajtál magát, és arcra borul. Akkor borult arc, és akkor alázkodott meg Bálám, mikor látta azt, hogy mi az, amitől megóvta a szamár, és mi az, amit gyakorlatilag az útban van, amit addig nem látott. De ugyanaz a folyamat, mint ami a filmben volt. Térdre borul, és megalázkodik, és így menekül meg. Miután pedig túljutott ezen a három próbán, még egy próba hátra volt, az pedig ugye legyőzni a lovagot, aki korábban eljutott a Szent Grálig, és aki őrizte, hogy átvegye a helyét. Ez pedig nem más, mint az a harc, amit az ember folyamatosan vív az élete során az ellenséggel. És erre számtalan példa van az írás során, nézzünk meg néhányat. Egy nagyszerű példa erre első Péter első fejezet, 5-ös vers így szól, akiket Elohim hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen, ugye a feltámadáskor, amelyben örvendeztek, ugye a hit által, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között, hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál dicséretre, tisztességre, dicsőségre méltónak találtassék a Hussach másiák megjelenésekor. Egy időben vigadnak, azonban a különféle kísértések között az ember egész életében ugye itt szomorkodni ér, de az egész élet egy folyamatos harc a különböző kísértések között. Ennek a lényege az, hogy kipróbálódjon a hit, hogy Elohim, azaz Jahua, letesztelje az ember hitét, és a végén lesz az az ember, aki eljut oda, sokkal értékesebb az aranynál, hiszen végjutott ezen az összes próbán, megharcolt a kísértéssel egész életén át, és legyőzte azt, és akkor lesz dicséretre, tisztességre, dicsőségre méltó. A második eljövetelkor, ami már nincs olyan messze. Kísértés azonban nem csak az ember problémája, Lukács 4-es fejezetben, ugye a 12-es vers így szól, felelén pedig Jahusa mondanéki, megmondatot, ne kísérj Jahuát, a te hatalmasságodat. És elvégezve minden kísértést az ördög, eltávozzék tőle egy rövid időre, vagyis egy időre. Szóval őt is ugyanúgy, ahogy minden embert kísérti az ellenség, és ez az a harc, amit az utolsó harc jelképez a lovag ellen, amikor az ember megbánja a bűneit, alázattal, engedelmességgel keresi Jahuát, megismeri a karakterét, a nevét, és elkezd járni, és engedi, hogy vezesse a lépéseit, és megjön a hite, és elindul azon az úton, akkor azonnal eljön az ellenség, hogy ilyen vagy olyan módon legyőzze és eltérítse az útról. És ez az a harc, amit szimbolizál a negyedik próbatétel. És ez a harc egy soha véget nem érő harc, egészen az ember haláláig eltart, és az ördög, az ellenség, a satán nem fog tágítani körülle mindaddig,
ami el nem téríti, vagy az ember meg nem hal. Mert ezt a harcot nem egyedül kell megvívnia az embernek, hiszen első Korintusi 10-es fejezetben így ír Saul, 12-es vers, azért aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék, azaz el ne bízza magát az ember. Ne magában bízzon. Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok, de hű az Elohim, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek. Tehát amikor kísértés, amikor tudjuk, hogy az ellenség valamilyen formában próbára teszi a hitünket, akkor azt is tudnunk kell, hogy csak addig engedi Jahua, hogy kísértsen, ameddig ellen tudunk állni. Sőt, a kísértése egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Sőt, megsegíti az embert azt, aki látja, aki érti, aki tudja, hogy hogyan kommunikál, akinek erős a hite, aki engedelmes, alázatos, aki járja az utat, annak meg fogja mutatni a kifelé vezető utat ebből a kísértésből, hogy az ember ellen tudjon állni. Azonban ennek a feltétele az, hogy járjuk azt az utat, amit ő meghatározott. Ezek után a kehely, az a számtalan kehely, amiből választhat Indiana Jones Jr. jelképezi azt a számtalan utat, amelyen az ember elindulhat az élete során. És mindegyik nagyszerűen néz ki, mindegyik csábító, és csillogó, villogó, és gyönyörű, azonban mindegyik ugyanoda vezet. És a balgák, az ostobák, azok, akik nem követi, akikben nincsen megbánás, akik nem hajlandók megismerni a Teremtőt, az ő szavát, akik nem hajlandók a hit szerint élni, és ellenállni a kísértésnek, azok ilyen vagy olyan módon áldozatul fognak esni annak, hogy a szemük, illetve az érzékeik alapján fogják leélni az életet, a szívükre hallgatva, az eszükre hallgatva, és saját maguk bölcsessége által. És ez pedig csak és kizárólag egy helyre vezet. És az pedig az, ahova senki nem akar kerülni. A valódi út az a fából készült kehely volt, ami egyáltalán nem vonzó, hiszen rengeteg lemondással jár, rengeteg türelmet igényel, alázatot, és rengeteget kell változni az embernek ahhoz, hogy folyamatosan rajta maradjon, és a hitben éljen, és Jehova vezesse ezen az úton. Azonban a végén majd elnyeri az örök életet. Ahogyan a rossz utat választotta, és a rossz kehelyből ivott, és hirtelen megöregedett ez a karakter, ugyanúgy az igazi út hosszú életet biztosít az ember számára, és Elohim ismeretét. Ez az, ami az örök életet jelenti, nem csak a következőben, hanem ebben is. A kehely és a víz jelképezi az életet, ugyanúgy, ahogy az írás jelképezi a vizet, a forrás, az élet forrását, hiszen ez az, ami életet ad számunkra. Fiam, ez példabeszélek Misli 3-as fejezet, első vers. Fiam, az én tanításomról el ne feledkezzél, a tanítás, ugye a parancsolatok, az én parancsolatimat megőrizze a te elméd, mert napoknak hosszú voltát, sok esztendős életet és békességet hoznak néked bőven. Pontosan az ellentétje annak, ami a balgával történt, azzal, aki rosszul választott, és nem a helyes utat járta. De a probléma nem, az az érdekes az egészben, hogy igazából nem is ő választott, hanem átadta a lehetőséget a segítőjének, és nem ő volt az, aki megválasztotta. És ugyanúgy, ahogy az Édenkertben, ez a választás sem volt helyes, sem az ő részéről, sem pedig a nő részéről. És egy Mózes Bereshit 3-as fejezet így szól, és látta az asszony, hogy jó a fa eledelre, és hogy kedves a szemnek, ugyanúgy, ahogy a nő választott, látta, hogy melyik a legnagyszerűbb kehely, melyik a legszebb, a legcsillogóbb, és azt választotta, és kívánatos a fa a bölcsességért, szakaszta azért annak gyümölcséből is evék, és ada vele levő férjének is, és az is evék.
És mi ennek a következménye? Az a 22-es versben így szól, és mondta Elohim, Yahuwah Elohim, ími az ember olyanná lett, mint mi közülünk egy jót és gonoszt tudván. Most tehát, hogy ki ne nyújtsa kezét, hogy szakaszon az élet fájáról is, hogy egyék s örökké éljen. Ki küldte őt, Yahuwah Elohim, az Éden kertjébe, hogy mivelje a földet, amelyből vétetett vala? És kiűzi az embert, és oda helyezteti az Éden kertjének keleti oldala felől a kerubokat, és a villogó pallos lángját, hogy őrizzék az élet fájának útját. A halál lett az eredménye annak, hogy rosszul választott, és hogy hallgatott a feleségére. Azonban, aki bölcsen választ és hajlandó feladni azt a csillogást, amit a világ kínál, azokat az örömöket, amelyeket a világ hirdet, azonban Yahuwah megvet, és okosan választ, nem a személyre hagyatkozva, vagy másra hagyatkozva, hanem Yahuwahra, az ő tanácsára is alázattal járván az utat, az az, aki abból a vízből ihat, amely életet ad számára. És mindenki számára, aki ezt az utat járja. És ez a víz is egy utalás az írásra természetesen. Pontosan ez a szituáció játszódik le a Hukkanon 4-es fejezet, János 4-es fejezetben, 11-es, mondanék ez azt, hogy Adonai, nincs mivel merítened, és a kút mély, hol vennéd tehát az élő vizet? Avagy nagyobb vagy é, te, ami atyánknál, Jákobnál, aki nékünk adta ezt a kutat, és ebből ivott ő és fiai is, jószága is. Ugye arról beszél, hogy hogyan tudna élő vizet venni a kútba. A kút az élő víz számára, mert ő nem érti, az ő szeme nincs nyitva, hogy nem ér le odáig. Feleleje húsa is, mondanék, hogy mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjúhozik. A kútra értette. 14. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik, hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfejlesző benne. Ő a megtestesülő szó, ő volt az, aki elhozta azt a fajta példát, hogy hogyan kellene mindannyiunknak a Tora az instrukció szerint élni, nem anélkül, vagy kiválogatott dolgokat belőle, hanem a mentén, a szerint, hogyan kellene nekünk élni. Nem azért, hogy eltörölje. Ezért mondja azt, hogy ő az a víz. Ő az, aki megmutat. Ő a példa arra, hogy meg lehet csinálni, hogy hogyan kell csinálni. Ez az a víz, ami életet ad. Ugyanúgy, ahogy amennyiben valaki abból a vízből iszik a helyes módon, akkor örökké él, amennyiben jól választ, és soha többé nem szomjúhozik meg. Ez az egész filmnek az üzenete tulajdonképpen. És aki eljut eddig a szintig, aki megalázkodik, aki engedelmesen járja az utat, aki megbánja bűneit és megtér tőlük, és nem követi el újra, aki megismeri Yahuwah útját, aki megismeri az ő nevét, az ő karakterét, az ő instrukcióit, az, hogy milyen is ő, hogy mi az, amit kíván tőlünk, aki az után a hit szerint él, és engedi, hogy Yahuwah vezesse a lépteit, és megmeri, neki mer menni a megpróbáltatásoknak, akkor is, ha nem tudja, hogy ki tud kerülni belőle, mert hisz, és bízik abban, hogy Yahuwah megmenti. Legyőzi a kísértést, és folyamatosan a helyes úton jár, az az, aki merít a vízből, és később az lesz az, aki mást is képes ezt meggyógyítani, de nem ezek előtt, vagy közben, hanem ez után, miután ő eljutott erre a szintre. Így volt képes Indiana Jones kihozni a grált és a vizet, és megmenteni az apját, aki haldoklott. A haldokló az, aki nem az úton jár, és ő a szimbóluma annak a haldoklónak, aki itt fizikálisan haldoklik, azonban az életben mindazok, akik nem az úton járnak, akiket megmenthetnénk, amennyiben mi a helyes úton járnánk. Ugyanúgy, ahogy Lukács 7-es fejezetben, ugye Jehusa 14-es versben föltámasztja a halottat, és oda menvén illeti a koporsót, a vívők pedig megállának, és mondta, ifjú, néked mondom, kelj föl. 15 és felüle a megholt, és kezdde szólni, és adá őt anyjának, és elfogá mindazokat a félelem, dicsőítik Elohimet, mondván nagy proféta támadt mi köztünk, és Elohim megtekintette az ő népét. Hiszen ő ugyanúgy feltámasztotta azt a halottat az életbe, átvitt értelemben pedig az embereket, hiszen elhozta nekik, hogy hogyan kell élni ahhoz, hogy kijöjjenek a halálból, amit a bűnös életük jutalma lenne a végén.
így támasztotta fel a halottat, akik spirituális értelemben voltak halottak, azonban gyakorlatban is feltámasztotta őket. Hiszen két út van, ahogy mondtam, az egyik, ez egyik Yahuwah útja az a keskeny út, és a szűk kapuval, ami a filmben reprezentálva van a fakehelyel, ami egyáltalán nem vonzó, a másik pedig az összes többi, ami csillog, villog, és a szemnek, és az ember érzékeinek vonzó, azonban a halálba vezet, az pedig az ellenség útja. Efézusiakhoz második fejezetben Saul nagyszerűen leírja ezt. Első vers, titeket is megelevenített, kik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ami ugye Satán az ellenség, aki irányítja a világot, ama lélek szerint, ugye lélek ő, hiszen ő egy spirituális lény, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Az engedetlenség az, ami miatt megvoltak halva ezek az emberek, ami miatt vétkeztek, és a bűneik, és bűnbe estek. Hármas, akik között forgolódtunk, egykor mi is, minnyáján, ami testünk kívánságaiban cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is. Hiszen a bűn az, ami miatt az emberek halottak voltak. Ebből elevenítette meg őket, Jahusha Hamásiák, az élő szó, hiszen a szó az a víz, ami a kehelyből az emberbe jut, és az eleveníti meg, hiszen rátereli a helyes útra. Mindazok, akik nem a Tora szerint, az instrukciók szerint élnek a hitben, azok pedig az engedetlenség fiai, azok e világ fejedelmének akarata szerint élnek, azok e világ folyása szerint élnek. Ők azok, akik vétkeznek, akik bűnben élnek, és akik a test szerint választanak és cselekednek, a gondolataik szerint élnek, és nem pedig úgy, ahogy Yahuwah azt előírta. Ez az a víz, ami meggyógyítja, ami feltámasztja a halottakat, meggyógyítja a sebet, és visszahozza az embert arra az útra, amely az életbe vezet majd később. És bár fájdalmas és lemondásokkal jár, azonban a végén az ember megkapja a jutalmát azért, hogy jól választott és kitartott, és ellenállt minden kísértésnek és mindannak a szemétnek, ami a világból áramlik. És ekkor, mikor eljut az ember idáig, ekkor lakik benne Elohimnek a Ruach HaKodese, a Szent Szellem, ugye, amely a megváltó Yahusha HaMásiák nevében visszajött, hogy tovább segítsen minket a világban. Ahogy Rómaiakhoz 8-asban írja Saul, 10-es vers, hogyha pedig HaMásiák ti bennetek van, jól lehet a test holt a bűn miatt, hiszen előbb-utóbb meg fog halni, a lélek ellenben élet az igazságért. Az igazság, a mindenható szava, parancsolatai, Tora és az ő instrukciói. Ez az igazság. Ez bennünk van, akkor élünk. De ha annak a lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta a húsát a halából, ugyanaz, aki feltámasztotta a másiák a húsát a halából, megeleveníti a ti halandó testeteket is az ő, ti bennetek lakozó lelke által. Ez a víz, ami bejut a szó által az emberbe, ez vonza magához azt a lelket, hiszen akkor az ember engedelmesen, alázattal, hitből járja az utat, követi az instrukciókat, a Torát, a parancsolatokat, és így ez a lélek fogja majd őt megeleveníteni, azaz visszahozni a halálból az életbe. Ugyanúgy, ahogyan ez a víz képletesen ezután a folyamat után a filmben eljutott, nem csak a főhősig, hanem általa másokhoz is, hiszen ő úgy élt után. Végezetül pedig az, ami történt a pecséttel és Elzával, hogy ugye magának akarta is maguknak megtartani a kelyhet, illetve teljesen elvakult attól, hogy megszerezte. Ez nagyszerű példája azoknak, akik nem tudják értékelni, és egyrészt maguknak megtartják, vagy azt gondolják, hogy majd ezt egyedül ezt az utat járni lehet, másrészt pedig akiket elvakít e világ gondolkodása, és a kettő közt próbálnak egyensúlyozni. Ez az, aminek a példázata Elza is az, hogy ő meg akarta tartani kettejüknek, hogy ők majd örökké éljenek. Ez egyáltalán nem így működik, hiszen ez az életet adó víz, ez az egész folyamat, ez nem
működőképes a abban az esetben, hogyha az ember még mindig e világ szerint gondolkodik, és a test szerint él. És megvan a határvonal, amin túl nem mehet az ember, hiszen megbocsájt, Yahuwah, és segíti a lépéseit, és elnéző, azonban megvan az a határ, ami nem léphet túl, és ahonnan már nem lesz vissza. Ez a jelképezte azokat az embereket, akik nem tudják értékelni ezt a tudást, ezt a lehetőséget, ezt az esélyt, amit mindannyian kaptunk, hanem akik a két világ között próbálnak egyensúlyozni, és még mindig marad bennük ebből a világból, azokból a tulajdonságokból, amelyek nem férnek össze a mindenhatóval, és ez előbb-utóbb el fogja őket pusztítani, ugyanúgy, ahogy azt tette Elzával. Az érdekes az, hogy nem is halt volna meg, hiszen elvesztette a kelyhet, és még ez után is életben maradt volna, hogyha el tudja engedni, és le tud mondani azokról a dolgokról, amiket a világ nyújt, azaz el tudott volna felejtkezni erről, azonban nem tette ezt, hanem még mindig meg akarta menteni a kelyet, és meg akarta tartani magának, illetve maguknak ezt a lehetőséget. És amikor a kely bezuhant a szakadékba, akkor még ő onnan is fel akarta hozni. Ennek pedig az lesz az eredmény, hogy bár még itt is mentővel dobott volna neki az élet, azaz Yahuwah, képletesen persze Indiana Jones személyében, és még itt is megmenekülhetett volna, amennyiben a helyes utat választja, azonban mindazok, akik a két út között vacilálnak és a között próbálnak meg döntésre jutni, azokat az ellenség ilyen vagy olyan módon el fogja pusztítani, mind az életben, mind pedig a következő életből. És ezek azok az emberek, akiket a végén el fog nyelni az úgynevezett pokol, vagy Seol, vagy Gehenna, akárhogy is hívjuk. És az érdekesség az, hogy ugyanez átragad arra is, aki már úgymond megmenekül. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy ki az, akivel az ember érintkezik, ki az, akivel az ember kapcsolatot tart, hiszen ez ragályos, és ugyanúgy, ahogy Elsa meghalt az ő kapzsisága miatt, és amiatt, hogy nem tudott választani, ugyanez átragadt a főse Indiana Jonesra, és ő is kísértésbe esett, hogy megszerezze ezt a kelyhet. A borzasztó az egészben az, hogy ő neki már örök életet adott volna. Örök életet adott volna, hiszen ő már ivott belőle, neki nem is volt rá szüksége. Ennek ellenére is átterjedt rá ugyanez a szellemiség, hiszen ezekkel az emberekkel érintkezik. És ez egy tanulság számunkra, hogy ki az, akivel mi kapcsolatba kerülünk, hiszen róluk ugyanúgy átterjed ránk ez a szellem, ez a lélek, ez a szellemiség, ahogyan rólunk átterjedhet rájuk. Úgyhogy az emberek nagyon óvatosnak kell lenni, hogy ki az, akivel kapcsolatot tart, hiszen ugyanúgy, ahogy megnyerte, ugyanúgy el is vesztheti. Azonban, ahogy ő nem tudta lebeszélni Elzát arról, hogy megszerezze, ő hallgatott az apjára, és ő megmenekült. Tehát fontos az, hogy az ember találjon olyan embereket, akik viszont megbízhatók, akik figyelmeztetni tudják, akik ki tudják rángatni abból a szituációból, ami oda vezet, ahova senki nem akar kerülni. Úgyhogy az, hogy ki kivel tart kapcsolatot, az nagyon fontos, és amennyiben lehetséges, az emberek el kell kerülnie azokat, akik nem ezen az úton járnak, és körül kell venni magát olyanokkal, akik ezen az úton járnak, és segíteni tudják egymást. Ahogyan az Saul második korintusiakhoz írt levelének 6. fejezetében írja, viszonzású mi gyermekeimnek szólok, tárjátok ki ti is szíveteket, ne legyetek hitetlenekkel felemás igában, mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak, mi közössége van világosságnak, sötétséggel, mi egyessége, ha másiáknak, Béliállal, mi köze a hívőnek a hitetlenhez. Erre hívja fel a figyelmet. És Indiana Jones okosan döntött, és így megmenekült azért, mert volt valaki, aki őt kisegítette ebben, és ellen tudott állni a kísértések úgy, ahogyan azt olvashattuk, hogy amennyiben ellenállunk, úgy a kísértés távozik tőlünk egy rövid időre. Ezt gondoltam, hogy érdekes ilyen szemben nézni ezt a filmet, de szerintem amennyiben Yahuwah megadja számunkra
az igazság szellemét és ez az értelmet, a tudás, bölcsességet, akkor bármelyik filmet láthatjuk, hogy ugyan erre a sémára épült. Teljesen mindegy, melyik az. Mindegyikben fel lehet fedezni ezt az örök harcot a jó és a rossz közt, mivel erről szól ez a világ. Satán úgy állítja be az egész világot, hogy ő legyen az, aki a jó, és ő a pozitív hős, azonban mindenkit nem fog tudni megtéveszteni, és én remélem, hogy ezzel hozzájárultam ahhoz, hogy tisztában lásson, akinek hol értelmet ad, és elkerülje azt, ami a legtöbb embert fenyegeti ebben a pillanatban, és az pedig az, hogy rossz úton jár, és a testére, a gondolataira, a saját tudására, a világra támaszkodik, és elhagyta azt az utat, amelyet Jehova a Teremtő kijelölt mindannyiunk számára, a Torával, az instrukcióival, és Jehusa HaMashiach bizonságtételével. Úgyhogy mindenkinek a legjobbakat kívánok, és halleluja! Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!